Képes vagy a szokásaidon minden nap csak egy picit jobbítani? Mosolygos napot neked, ez itt a Vasárnapi Inspiráció Pongorjász Attilától. Mivel itt a hétvége, ezért most nem annyira közvetlenül biznisz témát akarok veled megosztani, hanem inkább egy olyan életmódbeli szokás, amelyel persze a bizniszre is ki fogsz majd tudni pozitívan hatni. Amikor arról beszélünk, hogy tudsz-e a szokásaidon javítani, gondold meg a hétvégédet. Én a magam hétvégét úgy állítom össze, hogy legyen benne sportolás, legyen benne fantasztikus kulináris élmények, jókat tudjunk enni, inni, persze most barátok nélkül, de alapvetően az élet az, hogy hogyan tudjunk egyre jobban élni minden nap. Amikor arra gondolsz, hogy például sportolnál, de egy porcikád nem kívánja, én ez a típus vagyok, tehát nekem a sportolás az mindig egy nagy erőfeszítés, akkor csak azt gondold végig, az ideális mondjuk az lenne, hogy elmennél 10 kilométert futni, vagy eveznél 6 kilométert, vagy lenyomnál egy szuper otthoni crossfit edzést, vagy bármit. De igazából nincs kedved hozzá, mert nehezedre esik. Akkor csak azt gondold végig, hogy az ideális állapot az lenne, hogy megcsinálod az edzéstervedet, a legrosszabb állapot pedig az, hogy ülsz, nyomod magadba a chipset, ezt nézed a tévét. Képzeld úgy el ezt az egészet, mint egy vonalat, amely a legrosszabbtól a legjobbig tart. A mi elménk arra van kondicionálva, hogy mindig tökéleteseket csináljunk, éppen ezért nem csinálunk kicsi lépéseket. Tehát számodra az a tanácsom, hogy az ideális az lenne, hogy fuss 10 kilométert például, akkor, ha éppen nincs hozzá kedved az elején, akkor csak menj el egy nagyot sétálni. Már ezzel is sokkal jobb és nagyobb eredményt érsz el, mintha ülsz a tévé előtt, és nézed a Netflixet, és nyomod befelé a chipset. Ugyanezt tudom elmondani neked például, hogyha a táplálkozásodról van szó. Tehát egyik oldalon egy fantasztikus zöld saláta, a másik oldalon pedig egy igazi, jó, magyar fehér kenyérrel megtöltött, bármilyen töltött káposzta, amivel tolod befelé. Tehát a két véglet között hol van a legrosszabbhoz képest egy picivel jobb? Ahhoz képest egy picivel jobb. És ugye az egész mentális képzésünk arról szól, a mentális edzésünk arról szól, hogy hogyan tudok zsigeri reakció helyett, tehát érzelmi döntések helyett csak egy picit megfontoltabban dönteni. Tehát ha észreveszed akár az étkezés, akár a sportolás, akár bármilyen területen rajta kapod magad, hogy a régi téged tudatalatiból irányító szokások vezetnek, akkor csak állj meg egy másodpercre. Na jó, kettőre. Oké, háromra. És gondold végig, mi lehet ennél egyen jobb? Mi lehet ennél egyen jobb? És ne arra fókusszálj, hogy mi lenne az ideális tökéletes, mert ez nagyon sokunkat anyon nyomaszt, és a végén nem csinálunk semmit. Tehát fókuszálj arra, hogy egy picivel mi lehetne mindig jobb, egy kicsivel mi lehetne mindig több. És hidd el nekem, a végén belejössz, mint kiskutyazugatásba. Szóval ez volt egy vasárnapi inspiráció. Én magamat így trenírozom, hogy elgondolkozom, hogy de szeretnék mondjuk egy nagy adag fagylatot enni, akkor nézzük meg, hogy van-e mondja adott esetben laktózmentes fagyi. Oké, vagy egy gyümölcs, és gondolj így rajta, hogy mivel tudnád mindig csak egy picivel jobbá és jobbá tenni az életedet. Ha úgy gondolod, hogy hasznos az információ, akkor küld tovább azoknak a vállalkozó ismerőseinek, barátainak, akiknek szintén szeretnéd, hogy inspirációt nyerjenek ezekre az izgalmas időkre, amelyeket jelenleg élünk. És tudod, ne felejtsd, minden perccel, minden órával, minden nappal, minden héttel közelebb vagyunk ahhoz, hogy újra szabadon tudjuk ünnepelni, hogy imádunk vállalkozni.